Püspök Szent Lászlón immáron 5 éve működik az Életrendezés Háza. Hogy jött létre ez a ház? A ház létrejött egy igényből, indult el, mivel az arborétumban és a kastélyban csak nyáron lehetett lelkigyakorlatos kurzusokat tartani, az igény az volt, hogy télen is tudjunk lelkigyakorlatokat adni egész év folyamán. És akkor merült fel, hogy veszünk egy házat. Ez volt az igény. És akkor eladó lett ez a telekis ház, megvettük, fokozatosan képítettük, és született egy jó gondolat, körlevélbe fordultunk azokhoz, a százakhoz, akik már az arborétumban lelkgyakorlatokat végeztek, és nagyon kedvező volt a visszhang. Az első körlevélre 600 000 forint jött, a másodikra 1 millió, és akkor meg tudtuk venni a téglát, a hozzávalót, a cementet, és így épült fel az első rész a háznak. A mai embernek, már a fiatalokat is számítva, a legnagyobb hiánya az, hogy az élet alapvető kérdéseivel nincs tisztába. Az emberi természetnek az alapvető mozzanatait nem tanítják sehol, hogy mit jelent az, hogy csupa képességből áll az ember. Hogy szerkezetileg az ember, mint ember, mire való? Mindent akkor értek meg, mikor tudom, hogy mire való. Magamat is, mint embert, akkor tudom fölfogni igazán, hogyha rájövök úgy elemi módon, hogy hát én a végtelenre vagyok nyitva. Én egy Istenre, örök valóságra beállított lény vagyok. Az értelmem, akaratom végtelenre van nyitva. És ezeket a kérdéseket vesszük mink is, az életrendezést mi így értjük. A rendeződés a végső cél, amire teremtve van az ember. Egy minimum 3 nap kellene egy igazi kis kurzushoz, amely mondjuk az önismeretnek a legfontosabb dolgait megnyitja a fiatalok előtt, és akkor így lehet 5 napos, 8 napos, vagy akár 30 napos is egy lelki gyakorlat. Mi a meditáció tárgya ilyenkor? Hát a meditáció tárgya szinte egy láncolatban először az én megoldásom szerint maga az, hogy megértse az illető résztvevő, hogy mi is az, hogy lelki gyakorlat. Mert gyakorlattal tele van az egész emberi élet. Kiskorunktól fogva járjunk, gyakoroljuk a beszédet, írás, stb. Most miért kell nekünk minden téren gyakorlatra szert tenni, és jó gyakorlatokra? Mert a létünk képességekből van összeállítva. Testi, szellemi és személyi lelki képességekből. Vagyis a képesség azt jelenti, hogy már látok, de még nem látok. A van meg a nincs keveredik minden képességben. És én, mint ember is képességi létű vagyok, vagyis már ember vagyok, de még nem. Leszek. Ez az első lépés, hogy ezt a képességi mi voltunkat tárgyaljuk végig, mert ebből következik az, hogy a képességek kibontakozzanak, az a gyakorlatok útján történik. Tehát meggyőződésé váljon az, hogy igenis gyakorlatokra minden téren szükség van, és emberségem is, amit a lelkgyakorlat elsősorban érint, az emberséget akarjuk felébreszteni, vagy az emberségemnek is gyakorlatokra van szüksége, amiken keresztül kibontakozik. Egy ilyen gyakorlat már az, hogy ide jövök és hogy ott hagyom a megszokott körülményeimet, élet
módomat, és itt ide jövök, ahol rálátásom van saját magamra. Tehát az emberségemet, de szinte látnom kell, hogy hol tartok, milyen ember vagyok már eddig, milyen utat futottam be emberségemben eddig, mi volt kedvező vagy kedvezőtlen az én emberségemre. És mik azok a gyakorlatok, amik az emberségemre jó hatással vannak, hogy várható, hogy egy igazi, eredeti, a teremtő szándéka szerinti ember bontakozik ki belőle. Február 3. hetében Varga B. József atya vezetésével zajlott le a lelki gyakorlat. Milyen jellegű volt a mostani program? Ez egy kontemplatív lelki gyakorlat, amit mi csináltunk. Néhány szót a magáról lelki gyakorlatról. Az egyik kiinduló pont az, hogy az emberi életnek a művészetek nem csak részei, hanem maga az emberi élet is művészet. Tehát lehet így is élni, meg úgy is. Külső formájában nagyon hasonlít, mert mindegyikünknél csörög reggel az óra, aztán fölkelünk, elmegyünk mosdani, reggelizni, munkahelyre, emberekkel találkozunk. Azonban az, hogy ezt hogy éljük meg, ez változó, és maga a lelki gyakorlat arra irányul, hogy az emberi életnek ezeket a pillanatait, amiből az életünk összeáll, ezeket a pillanatokat a lehető legteljesebben éljük meg. Tehát nyitva legyünk ezekre a pillanatokra, ne szociális kényszerekből, meg mindenféle kényszerekből éljünk, hanem azért, mert szeretünk élni, mert a kihívásoknak az erőterébe kerülünk. Tehát a lelki gyakorlat, főleg ez a kontemplatív lelki gyakorlat, ez arra próbálja érzékenyíteni az embert, hogy vegye észre a hétköznapi kihívásokat, hétköznapoknak kihívásait, és ezeknek az erőterébe szabadon, nyitottan, örömmel éljen. Istennek az egyik neve az, hogy ISTEN, a másik az, hogy kihívás, nagyon sokféle. Tehát például ez is az ő neve, hogy kihívás. Isten az, aki az embert újra és újra kihívja, kimozdítja a holdpontról, tovább lendíti, a jövőnek a távlatait nyitja ki az ember számára, a szellemi horizontját kitágítja az egész univerzumra, önmagára, az embertársaira, arra a világra, amiben az ember él. Tehát Isten ebben az egészben a lehetőségi feltétele a dolgoknak. A kontemplatív lelki gyakorlatnak a felépítését az emberi találkozásoknak az anatómiája szabja meg, tehát onnantól kezdve, hogy kopog valaki az ajtómon, kell egy olyas valami, hogy jelenvalóvá válás, tehát félreteszem azt a dolgot, amivel foglalkozom, odafordulok, aztán amikor belép az illető, akkor nem rohanom le az elvárásaimmal és az előítéleteimmel, hanem engedem, hogy megszólaljon. Tehát jelenvalóvá válás, felszabadulás az előítéleteknek, előzetes elvárásoknak a kényszereiből, odafordulás, együttlét a mással, konfliktus, feldolgozás és a búcsúzás. A lelki gyakorlatnak a szituációja az a csend, hogy a verbális kommunikáció, tehát a beszélgetés az minimalizálódik, és megpróbálunk érzékenyekké válni a nonverbális dolgokra. Nagyon sok séta van az első napokban a természetben. Például volt egy ilyen gyakorlat, hogy megállni egy fa előtt, és nem néven nevezni a fát, hogy ez egy akácfa vagy tölgyfa, hanem mivel hogy ezt a fa magáról nem tudja, hanem azt az üzenetet befogadni, amit a fa mond. Tehát a formájával, a színeivel, ahogy jön felénk, és figyelni azt, hogy mit vált ki bennünk, milyen belső érzéseket vált ki, de ugyanígy megállni egy patak mellett, hallgatni a pataknak a csobogását, aztán tehát hangok mellett, színek mellett, formák mellett megállni, és nem néven nevezni, nem ítéletet mondani, hanem egyszerűen csak szemlélni és engedni, hogy hasson. Aztán, ahogy telnek múlnak a napok, egyre inkább a napnak az óráit egy teremben töltjük, a meditációs teremben, ahol a csend során belőlünk, tudat alattinkból előjövő élményeket próbáljuk szemlélni, élményeket próbáljuk feldolgozni. Tehát jönnek elő az életünkből kellemetlen élmények, fájdalmak, vagy jönnek elő pozitív
emlékek, amik nagyon örömteli pillanatokat szereznek a számunkra, és ezeket szemléljük, és próbálunk ezeknek a mélyébe megint csak beletekinteni, hogy mit üzennek ezek az élmények a számunkra. Isten színe előtt élünk, ezt tudatosítjuk a meditáció elején, és akkor utána próbáljuk mindazt elfogadni, ami a meditáció csendjében megjelenik a belső képernyőnkön.